Mihály Munkner dán pilóta 5,5 órán át repült a Lamás csatorna felett, most ért vissza a bázisra. Ő a parancsnoka a Frontex Opal Coast műveletnek, amely a múlt hónapban egy 27 ember halálát okozó csónak elsüllyedése óta figyeli a régiót. Nem tudok részletesen beszámolni arról, hogy pontosan mit láttunk, de van néhány fotónk, amit meg tudok mutatni a különböző táborokról, amelyeket Calais-nál és Dunkirknél ellenőriztünk. Tehát főleg a táborokat figyelik, nem az átkelőket, hangzik a riporteri kérdés. A táborokat figyeljük, hogy lássuk, vannak-e próbálkozások az átkelésre. A Frontex Franciaország kérésére repül a terület felett, a küldetés az év végéig tart. Folynak a tárgyalások a megbízatás meghosszabbításáról, miközben a pilóták itt a bázison kételkednek abban, hogy ezek az intézkedések valóban hatékonyak, és visszatartják az embereket az átkeléstől. Szerintem az emberek el fognak indulni, csak remélem, hogy ott tudunk lenni, és segíthetünk megakadályozni az életek elvesztését, mondja a pilóta. Elias egyetért azzal, hogy az emberek továbbra is keresni fogják az átkelés lehetőségeit az akadályok ellenére is. Ha lenne esélyük arra, hogy a hazájukban maradjanak, akkor ott maradnának. Gondoljanak csak bele, mit tennének, ha idejönne valaki, és elvenne maguktól mindent, teszi fel a kérdést ez az afgán menekült. Elias 6 évvel ezelőtt hagyta el Afganisztánt. Miután Svédország elutasította a menedék kérelmét, ő is elgondolkodott azon, hogy átkeljen a Lamás csatornán. Az egyik oka, miért az emberek vállalják az átkelés kockázatát, az a dublini rendelet. Azt gondolják, hogy ha én az Egyesült Királyságba megyek, akkor a Brexit miatt, mivel az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból, ott nincs új lenyomat. Legalább egy ideig ott maradhatunk, és új életet próbálhatunk felépíteni. A dublini rendelet abból indul ki, hogy a menekültek minden uniós tagállamban azonos szintű védelmet élveznek, és az érkezés országában kell menedékjogot kérniük. Az unió már felismerte a folyamat hibáit, és ígéretet tett egy új migrációs irányítási rendszer létrehozására. A múlt hónapban Elias ismét menedékjogot kért, ezúttal Franciaországban. De az ő története még nem ért véget. Azt mondja, hogy ha a hatóságok elutasítják a kérelmét, folytatni fogja az útját, bármilyen következményekkel járjon is.